Jó estét kívánok, kedves nézőink! A közelmúltban a Cairo Egyetem elnöke és a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora a két felsőoktatási intézmény együttműködéséről egy keretszerződést írt alá. Január 26-án a Szántó Kovács úti rektori hivatalban dr. Barakonyi Károly rektor és dr. Moffit Sehab, a Kairói Egyetem elnöke röviden ismertették egyetemeik történetét, felépítését. Ezt követően kézjegyükkel látták el a kutatási és oktatási cserekapcsolatokról szóló szerződést. Mely karokat érinti elsősorban ez az együttműködés? Elsősorban a természettudományi és a közgazdaságtudományi karokra koncentrálunk, mivel ezeken a karokon nagyobb a lehetőség az együttműködésre. Természetesen van mód más karokon is erre. Segítséget tudnánk adni az arab tanszék létrehozásához a bölcsészettudományi karon. Én személyesen megígérem, hogy megfelelő képzettségű szakembereket küldünk. De ismétlem, a cserekapcsolatok elsősorban a természettudományi és közgazdaságtudományi karokat érintik. Ez a szerződés még csak az első lépés. Mikorra várható szorosabb kapcsolatok kialakítása? Ez a folyamat nyilván egy hosszú folyamat, ami két egyetem között, akik most találkoznak először, valóban tartalmas kapcsolat kialakul. Ez egy formális esemény, ez olyan, mint a házasságnál. Ugye a házasságkötés pillanata, ezt követi egy mézesheteg időszak, amikor minden nagyon szépnek látszik, aztán ugye elindul az élet, a közös élet, jönnek a nehézségek, mondjuk egy jó házasság ezeket túléli. Hát mi az első fázisnál tartunk. Nyilván ezután most egy ilyen tervezési szakasz következik, melyek azok a területek, ahol konkrétan mindkét fél részéről megvan a készség, megvan az adottság és a kapcsolódási pontok világosak. Ez is még egy felhőtlen szakasz, de utána aztán jön a munka. Én bízom benne, hogy több olyan projektet tudunk találni és indítani, amelyet eljut ebbe a harmadik szakaszba és a normális együttműködés szakaszába. Na most mindez még járul egy pénzügyi financiális kérdés is. A vendéglátó feladata fogadni szállásosztani az ide látogatót, és a küldő terheli az utazási költség. Tehát ő kölcsönös alapon működik a rendszer. A hallgatók esetében a hallgatók előtt is nyitva áll az út, de ez pénzügyileg nem kölcsönös alapokra helyezett. Meg kell felelni az ottani és az itteni felvételi követelményeknek, és meg kell találni az ösztöndíj forrást. Mi elsősorban az első szakaszban az oktatók cseréjére, a közös tudományos kutatási projektek indítására helyeznénk a súlyt. A konferenciák, rendezvények, szemináriumokra egymás meghívása, információcsere, dokumentációk cseréje. Bízunk abban, hogy az oktatók cseréje egy ilyen multiplikátor hatással a tudást szélesebb körben is teríti, ugyanakkor nyitva adjuk a hallgatóink részére is ezt a mozgási lehetőséget. 1994 első felében a Pollák Mihály Műszaki Főiskola és a Janus Pannonius Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának közös szervezésében megalakult a regionális TQM Center Pécs. Most ennek a központnak az átadására került sor. Január 27-én a Pollák Mihály Műszaki Főiskolán az országban a második, vidéken az első Total Quality Management Centert dr. Barakonyi Károly, a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora ünnepélyes keretek között megnyitotta. A megnyitón beszédet mondott Ronald P. Open, a State University of New York programdirektora, és dr. Ag Géza, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium címzetes főtanácsosa. Mikortól kerül a tantervbe a TQM? Most februártól, nem mindenütt az egész főiskolán, és nem mindenütt az egész egyetemen. Az egyetemen másképp építik be bizonyos tantárgyak keretébe, és a posztgraduális kurzusokba például az MBA program az kimondottan tartalmaz TQM tantárgyat is,
itt a főiskolán azok a hallgatók, akik specializációba vállalják a vállalkozó menedzsment szakirányt, azoknak egy külön tantárgyként most februárban már indul. Kik fogják oktatni a TQM programot? Itt a megnyitóban is elhangzott már, hogy ez a munka nem most kezdődött, hanem például én két évvel ezelőtt részt vettem már ilyen tanfolyamokon. Jelenleg is folyik egy a SUNY professzorjai által tartott háromszor egyhetes tanfolyam, aminek most volt a bizonyítványosztása mai nap, ezzel kötöttük össze egyben ennek a TQM Centernek a megnyitóját is, és az elmúlt években mint kint a SUNY-nak a különféle egyetemein, általában Buffalo-ba, de más egyetemein is, az itteni kollégák, mint az egyetemről, tehát a közgazdaságtudomány karról, mint pedig itt a Műszaki Főiskoláról részt vettek ilyen kiképzésbe. De hát a közgazdaságtudományi karon több professzor, úgy tudom, részt vett már ilyen programokba, sőt maga is tanít. Többek között a Vörös professzor úr is, és a dr. Farkas dékánhelyettes úr is részt vett, ő is Amerikában ilyen programokban. Tehát nem most kezdődött ez a munka az oktatóknak sem, és ennek megfelelően ők fogják természetesen alapvetően oktatni. Kiemelnék talán még egyet, tavaly volt esettanulmányíró verseny, országos esettanulmányíró verseny, hiszen a TQM oktatásának is egyik alap metodika, módszere az esettanulmányrendszer, és itt az egyik kolléga, dr. Kovács Árpád nyerte országos szinten, aminek eredményeképpen szintén Buffalo-ba részt vehetett egy ottani kiképzésben is. És hogyan tudják majd a hallgatók hasznosítani ezt a többlet tudást? Ez a diplomájukba jelentkezik majd valamilyen módon? A diplomájukba nálunk nem jelentkezik, úgyhogy hiszen előírások vannak, hogy a diplomába mit írhatunk be. Az indexbe nyilván belekerül, de hát nem is ez a lényeg, hanem azt, hogy egy szemléletet megtanuljanak. A TQM egy filozófia, és ennek a megtanítása egy olyan elkötelezettség kialakítása. Nem tudom, hogy itt használhatom-e az egyik SUNY professzor viccét, amit elmondott ezzel az elkötelezettséggel kapcsolatosan. A francia forradalom idejéből, itt most a másik két szakmát nem pejoratív értelemben használom, tehát lényegtelenül úgy mondta, hogy kémkedésért három embert ítélnek a gilotinra, egy jogászt, egy orvost és egy mérnököt, és a választásuk az lehet csak az utolsó szójogán, illetve az utolsó óhaj alapján, hogy arccal felfele vagy lefele kívánnak a giotin alá kerülni. Hosszan lehet ezt mesélni, az első kettő választ mindkét esetben az történik, hogy ahogy bekapcsolják, elindítják a nyaktilót, a nyak előtt 2-3 centivel megáll. Természetesen megmenekülnek, mert ugye kétszer nem lehet ugyanazt a ítéletet végrehajtani. A harmadik a mérnök, ennek az elhivatottságnak egyik előnye, aki azt választja, hogy arccal felfele fekszik a nyaktiló alá, és mielőtt el akarják indítani, elkezd kiabálni, hogy álljanak meg, várjanak, látom a hibát. Ez a lépés, hogy a főiskolán beindul a TQM program, magának a főiskolának a minőségén is javítani fog? Az USA-ban is, Hollandiában is, igen, erőteljes a TQM bevezetése a felsőoktatásban, mint rendszerbe. Tehát nem az oktatásban, hanem magában a felsőoktatás rendszerébe, és az egészségügy is élen jár több országban ezen a területen. Visszatérve a rektor úr ajánlotta, hogy meg kéne próbálni, hogy a hóhért akasztják alapon is talán, hogy vezessük be itt a felsőoktatás rendszerébe is. Erre kapnánk külön támogatást is nyilvánvaló. A minisztériumi főtanácsos úr ezt hangsúlyozta ki a beszéde végén, hogy ez az a támogatási program, ami ezt kívánja pénzzel is támogatni. Ez azt jelenti, hogy létrejön egy munkacsoport, aki ezzel foglalkozik, hogy az egyetem minőségét javítsa? Nem mondanám, hogy egy külön csoport foglalkozna ezzel, hiszen
a TQM-nek egyik alapja, a vezetők, egy vezetők elkötelezettsége, és utána pedig végül is mindenkinek mindenkit érdekelté kell tenni ebbe a rendszerbe, mindenkit ki kell képezni erre, és tehát ezt nem lehet úgy bevezetni, mint más rendszereket esetleg, hogy kiadom egy utasításba, főnök kiadja, tessék bevezetni, ez alkotó tímekbe megy, tehát mindenkinek el kell sajátítani azt a tudást, ami ennek a menedzsmentjét, ami a minőségmenedzsmenthez hozzátartozik. Milyen nehézségek hátráltatják a nyelvtanulást? A témával kapcsolatban egyre többen foglalkoznak a Relaxa módszerrel, melynek egy megújított változatáról beszélt nekünk még az első országos sajtóbemutató előtt dr. Makara György, a módszer egyik fejlesztője. Valóban november óta elég sokat foglalkozott az elmúlt időszakhoz képest velünk a sajtó. Ennek az az oka egyszerűen, hogy három olyan újdonsággal jöttünk most ki, ami egy 7 éves fejlesztési munka eredményének a betetőzése. Ez a három, vegyük sorba, itt látható a villámnémet, villámangol tananyagunk, tehát a nyelvtanulás a megértés villámfényében. Ez volt az, aminek novemberben volt a sajtóbemutatója, és erről számos cikk, rádióriport hangzott el, és most még a televízióban is az evvel középiskolában elért tanulási eredményekről lehetett hallani. A másik újdonság, aminek közelmúltban volt a sajtóbemutatója, az két dolog. Az egyik, a villámfényben, megértés villámfényében tananyagsorozat új tagja, a Familia sorozat, amelyik 4 éves kortól 104 éves korig a német tanulást lehetővé teszi, akár írni, olvasni nem tudó gyerekek számára. Ez kifejezetten erre a célra készült tananyag. Összesen 600 német szót használ, és egy hatalmas beszédrepertoárt mutat be. 60 leckében körülbelül egy olyan 40-50 órás német beszéd az, amit ezen meg lehet ismerni. Ez tehát a villámnémet Familia sorozat, ami abszolút újszerű, óvodáskorú gyerekektől egészen a felnőtt korig a beszédkészség kialakítására és beszédfejlesztésére, beszédtanításra német nyelven. És a harmadik újdonság pedig a relaxációs készülékünk megújítása, a Relax Master, ami a korábbi készülék árának a harmadáért kapható. A Relax Master készüléket most Magnóval összekapcsolva az előbb már elindítottam, és a kazettáról jövő hang a fejhallgatón keresztül hallható, miközben eddig ment a légzésbio visszacsatolás, azaz a légzés szaporasságának a visszajelzése fénnyel és hanggal, amikor innen a hang megérkezik, akkor az kap elsőbséget, és a biohang elmarad, de a relaxálás továbbra is fönntartja a két lámpácskának a légzés ütemében való kigyulladása, elalvása. Ez egy nagyon megnyugtató hatású dolog, ez már a relaxomat készülékeknél is így volt, és ez tulajdonképpen a német Leiner professzornak egy ilyen terápiás készüléke évtizedek óta használja, csak kicsit drágábban, mint ahogy ezt ebben az egyszerű készülékben megoldottuk. A Relax Master egy nyakba akasztható pici készülék, amin fejhallgató csatlakozó van, másik oldalról a magnó csatlakozó, egy biohangerő szabályozó és egy fényerő szabályozó, amivel ennek a pici lámpácskának a fényét tudjuk szabályozni. Használható a magnó nélkül is önmagában a készülék ellazulásra, amikor fejhallgatót föltesszük, s a maszkot, ebben az esetben bárhol, bármikor vagyunk, fáradtak, idegesek, egy rövid regenerálódásra, relaxációra felhasználhatjuk a készüléket, akár csak autóúton, ha elfáradtunk a vezetésbe, egy 5-10 perc kikapcsolódás, ezzel megoldható, vagy vizsga előtt, vagy színésznek fellépés előtt, és így tovább politikusnak közszereplés előtt egy nyugodt, kiegyensúlyozott, bensőséges állapot eléréséhez ez hozzásegíthet bennünket.
Külön kazettákat is lejátszhatunk vele, akár a relaxációt segítő kazettát, akár egy egészségügyi kazettát, ami a betegségünkkel, magas vérnyomásunkkal kapcsolatos netán, vagy bármi egyebet. A dolog lényege az, hogy a Relax Master megnyugtatásra, a stressz oldására szolgál, és ez a hétköznapi életben mindannyiunkkal előfordul, mindenkinek szüksége lehet rá. Azon kívül a gyógyászatban, az egészségmegóvásban, hiszen a betegségeknek egyharmada, kétharmada, hallottam mindenféle számot rá, tehát a betegségek igen jelentős része lelki eredetű, vagy lelki eredetű is. Ezeknél a betegség kezelésében, a lelki bajok, panaszok enyhítésében lehet a relaxációnak nagyon hasznos szerepe. Hasonló módon a pszichoterápiában, ahol az eredeti készüléket Németországban használták, ott is elterjedhet ez. Nos, ez az az újdonság, amit a János Pannonius Egyetemen a bemutatón bárki kipróbálhat, nyelvtanulásra és akármi másra, és a kétféle új tananyagunk, meg lehet nézni, meg lehet ismerkedni vele, mert egy félórás előadásnál többet mond egy félperces vagy egyperces belehallgatás. Búcsúzom az Universitas Televízió stábja nevében. Viszontlátásra!